Még nem lehet tudni, mekkora károkat okozott a megyében a szerda este átvonult vihar. Az már most biztosnak látszik, hogy elsősorban a megye délkelet területein pusztított a zivatar. Hosszúpályiban a lakóházak több mint 70%-a rongálódott meg, az erdős pusztán pedig több milliárd forintos kárt okozott az orkán erejű szél. Nehéz lenne épp háztetőt találni mostanság Hosszúpályiban. Nem a tetőfedők végeztek hanyagmunkát, hanem a szerda este átvonult zivatar vitte le a cserepeket. Sem a régi, sem pedig az új építésű tetők nem tudtak ellenállni a viharnak. Volt, ahol a ház előtt parkoló gépkocsira omlottak a tető és a kémény maradványai. Ekkora szélviharra még az öregek sem emlékeznek Hosszúpályiban. Hempelygött. Így jött, így, körbe, a fákat csavarta kifele. Borzasztó időjárás volt. Borzasztó. Én még ilyet nem láttam. 64 éves vagyok, de még ilyen időt nem láttam, vagy ilyen felet nem láttam soha életemben. A zivatar után csak nem egy napig sem áram, sem pedig víz nem volt a településen. A Hosszúpályi önkormányzat munkatársai már elkezdték a károk felmérését. Az elsődleges becslések szerint a lakóházak 70%-a megrongálódott. Az 1800 házból egy olyan 1200-1300-ra tehető azon házaknak a száma, amelyet ért káresemény. Itt főleg a tető szerkezet, a héjazat, a cserép, a pala, ez amely nagyban sérült. A felmérést követően talán már a holnapi délőtti órákban tudok tájékoztatást adni arról, hogy milyen volumen a kárnak a mértéke, de szerény véleményem szerint több 100 millió forintra tehető, sajnos. A bajokat tetézi, hogy a lakóházak többségére nem kötöttek biztosítást a tulajdonosok. A település lakói az államtól várnak segítséget. Az önkormányzat 5-10 ezer forintos egyszeri gyors segélyt tud biztosítani a következő napokban, addig azonban csak fóliát adnak a lakosoknak. A fólia kiosztás mindegy 35-40 ezer négyzetméterbe ma délelőtt folyamán már az megtörtént. Tehát azon lakosok, akik igényelték ezt, azok már megkapták. Itt több száz, mondható az, hogy közel ezer porta tulajdonos jelentkezett fóliáért. Ezek az emberek folyamatosan, lehet látni, a tetőkön vannak, védik meg attól a házukat, hogy a plafon leszakadjon, és ezáltal a bútorzat meg az egyéb berendezés tönkre menjen. Nem csak a lakóházakban, hanem az erdőkben is komoly károkat okozott a zivatar. A Debrecen környéki erdős pusztán több kilométeres sávokban haladt a szélvíz. Emberi szóval nem is tudom, hogy lehetne megmagyarázni, ami történt, de hát ez egy, mondjuk az, hogy csupa katasztrófa volt. Állva nem lehetek megállani, elfújt a szél, és feketeség, a fákat általában vitte a levegőbe a szél, hordta jobbra-balra, olyan erős, feke, akkor utána jégeső, zörej, mennydörgés. Nem csak a méhészeket lepte meg a hirtelen támadt nagy erejű szél, az erdészek sem tapasztaltak még ekkora pusztítást. Soha nem látott károkat, azt gondolom. Aktív erdész kollégák sem emlékezhetnek ilyen természeti kárra. Vélhetően egy 20-30 ezer bruttó köbméternyi fát fektetett le a szélvihar, és az érintett területe is több száz hektár lehet. Annak a sávnak, ami végig vonult ez a szélvihar, úgyhogy óriási kár van itt a debreceni erdős pusztákon. A Nyírerdő RT szakemberei a vihar elvonultával azonnal megkezdték az utak tisztítását. Az elsődleges becslések szerint csaknem 2 milliárd forintba kerül a letarolt fák kitermelése. Az összetört faanyagot azonban csak olcsóban lehet eladni, ezért ez is veszteséget jelent. Az elpusztított erdőrészek felújítása pedig 3 milliárd forintba kerül. Mindehhez a Földművelésügyi Minisztériumtól és az APVRT-től remél anyagi segítséget az erdészet. Ez a fenyőerdő 35-40 éves lehetett. A szerda esti vihar itt végezte talán a legnagyobb pusztítást a Debrecen környéki erdőkben. Az erdészek becslése szerint legalább 120-160 km/h széllökések kellettek ahhoz, hogy így letarolják a fákat. A fenyvesek mellett fokozottan védett tölgyeseket és nyárfaerdőket is letarolt a szélvihar. A szakemberek szerint 2-3 évbe is beletelhet, mire felújítják az erdőt.